estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának január 16-ai adását látják. A koronavírus járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra, és december 26-ától zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több 10 milliárd forint értékben különböző gyártóknál. Összesen eddig 129.860 emberre elég oltóanyag érkezett az országba, amelynek nagy részét már beoltották. A kormány lassúnak tartja a Brüsszel által koordinált uniós vakcinabeszerzést és szállítást. A magyar emberek egészségének és életének megvédése érdekében az EU-s vakcinabeszerzésen túl is szükséges oltóanyagok beszerzése. A kormány ehhez kész további pénzügyi fedezetet biztosítani, és az ezzel kapcsolatos feladatokkal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert bízta meg. Fontos, hogy minél többen regisztráljanak az oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Most pedig következzen képes tartalomjegyzékünk. Több 100 millió forintra pályázik a Sárvári Önkormányzat a belvárosi csapadékcsatorna rendszer fejlesztése érdekében. Az új hulladékszállítási rendszer nagy felháborodást váltott ki a lakosság körében, így az STKH Sopron Nonprofit Kft. A szelektív hulladék elszállításának módját már január közepén meg is változtatta. Idén is folytatódik a hivatalos ügyek intézésének könnyítése a közigazgatásban. Jelenleg már közel 5000 ügyben lehet eljárást kezdeményezni elektronikus űrlapon. Kovács Levente katasztrófavédelmi kirendeltségvezető beszámolt a kerti hulladék égetésének megváltozott szabályairól, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a hideg napokra. A Sárvári Turisztikai Technikum a közelmúltban két olyan programba is bekerült, amely a digitális oktatás színvonalának emelését hivatott segíteni. A sárvári oratórikus kórus egy Best of koncertválogatással köszöntötte az új évet. A legnépszerűbb videó megosztóra töltöttek fel egy válogatást koncertjeikből. Vérplazmát adott az új betegek gyógyításáért a koronavíruson átesett, közel 100-szoros sárvári véradó Vider Sándor. Megtartották a 8. Fut a Sárvár Gurul a Sárvár futóverseny díjátadóját a Spirit Hotelben. A verseny jótékony célt is szolgált. Több 100 millió forintra pályázik a Sárvári Önkormányzat a belvárosi csapadékcsatorna rendszer fejlesztése érdekében. Sikeres pályázat esetén végleg megoldódhat a Gárdonyi utca és a többi rácsatlakozó mellékutca csapadékvíz elvezetési problémája. Kondora István polgármester és dr. Márti Vadal alpolgármester helyszíni bejárást tartottak. A tavalyi évben a heves esőzések miatt többször is tartott bejárást a Gárdonyi utcában és környékén dr. Márti Vadar alpolgármester. A Kis János Altábornagy utcában a vízelvezető árkok mélyítése is megtörtént. Most Kondora István polgármesterrel járt a helyszínen. Arról adtak tájékoztatást, hogy végleg megoldódhat a Gárdonyi utca és a többi rácsatlakozó mellékutca csapadékvízelvezetési problémája. Itt van négy olyan utcánk, amelynek egyik részét meg tudtuk egy pályázat keretében valósítani, tehát a csapadékvízelvezetés pályázatból, illetve az útfelület felújítását az egyik utcánál önkormányzati forrásból. Most úgy tűnik, hogy megnyílik megint egy olyan pályázati lehetőség a TOP keretében, amilyen úgynevezett maradék pénzekből jön össze, amelyben ennek a csapadékvízelvezetésnek a folytatását tudnánk megoldani, és ennek több apró eleme van, ami egymáshoz igazodik. Az első és a legfontosabb, hogy a csapadékvíz befogadó részét, hogy a Gyöngyösbe elmenjen ez a csapadékvíz, azt kell megvalósítanunk. Itt a Provertával történt megbeszélés és tárgyalás alapján kaptunk egy nagyon pici zöld területet, ahol egy átemelőt meg tudunk oldani. Tudnélik, az az igazi problémánk, hogy a
A Gyöngyösnek a meder fenék folyása magasabban van, mint ahogy a csapadékvíz be tudna folyni, tehát amikor emelkedett egy kicsit a Gyöngyösnek a vízszintje, akkor nagyon nehézkes, akkor inkább azért van az, hogy a Gárdonyi úton 20-30 cm-es magasságban áll egy hirtelen nyári eső után a víz. Tehát meg tudjuk oldani a Szegedi Kőrös Gáspártól délre jövő utcaszakaszok, mint a Kis János utca, a Balassi utca, a Vörösmart és a Kisfaludi utcáknak a csapadékvíz elvezetését, de ennek az a feltétele, hogy a Gárdonyi utcán egészen a Alditól, illetve Gyöngyöstől egy olyan fővezetéket építsünk ki, ameddig csak tudunk, a Gárdonyi utcába, ha lehet, mind a négy utcának a befolyóáig meg kellene ezt terveznünk, és megvalósítani, hogy egyáltalán ezt a részt, ami a Gárdonyi úton északra van, sőt, még az Uzsoki utcát is ide veszem egy részét, mert még ott sem valósult meg teljes egészében, hogy akkor ennek a blokknak a csapadékvíz elvezetése a reményeink szerint lényegesen jobb lesz, lehet, hogy teljesen meg is oldódna. Tehát egy olyan fontos beruházás megint, amelyik egy évtizedes problémát kezelne, és hát tudjuk, hogy ez nem egy nagyon gyorsan megvalósuló beruházás, mert legalább 5 éve, hogy nekiálltunk az első ütemet megpályázni, végül a kivitelezés részben megtörténhetett ezen a területen is. Dr. Márti Vadar alpolgármester arról szólt, hogy már több egyeztetésen is túl van az itt élőkkel, hiszen a csapadékvíz elvezetés komoly problémát jelent a Gárdonyi utcában és környékén, mivel a meglévő vezetékrendszer az évtizedek folyamán tönkrement. Próbáltunk mindenféle alternatív megoldásokat találni, akár úgy, hogy egy nagyobb területű elszikasztással, vagy alternatív ilyen bypass vezetékekkel, de hát úgy látom, hogy ezek nem tudtak megvalósulni, tehát mindenképp egy új gondolatba kell gondolkodnunk és előre mennünk, és hát van ez az új projektünk, amely egy topos lehetőségen belül ennek a résznek is a csapadékvíz elvezetését majd szeretnék kezelni. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy látom itt a város különböző utcáit most már az elmúlt években, tehát ez egy végeláthatatlan történet abból a szempontból, hogy mindig lesz tennivaló, tehát mindig van olyan feladat, amelyet el kell végeznünk. A decemberben, illetve novemberben voltak különböző ilyen helyi megoldásaink, amelyek egy-egy kritikus pontot próbáltak megkezelni. Például itt a Kis János utcában is ugye elindult egy árok mélyítési folyamat, amely most még majd januárban egyébként folytatódik, már ami a kapu átereszeket, azoknak a tisztítását illeti, és akkor remélem, hogy a lejtési viszonyok is majd lehetővé teszik, hogy a víz valamelyest egyrészt jobban el tud szikkadni, másrészt pedig a Szaput felé majd el tud folyni. Tehát, hogy ezek a munkák, ezek folyamatosan megújuló, mert egyébként azok a rendszerek, amelyeket szikkasztásra gondolunk, azokat természetesen néhány évente majd azért meg kell újítani, kicsit ki kell mélyíteni, tehát hozzá kell nyúlni, folyamatos gondozást igényel. Tehát összességében azt gondolom, hogy a városnak is persze megvan a feladata, de valahol, ahogy ezt többször is elmondtam, ez egy közös feladat a lakossággal együtt, hogy igen, vigyázunk az árkokra azért, hogy azokat arra tudjuk használni, ami miatt néhány száz évvel ezelőtt azokat mégiscsak kitalálták, igen, azokat tisztítani kell. A kapu átereszeket, azokat tisztítanunk kell, tehát ezekre figyelmet kell fordítanunk azért, hogy ha helyzet van, mert ugye ilyenkor elfelejtjük, hogy milyen volt a nyári helyzet, akkor is működni tudjanak ezek a rendszerek, hát ezekbe kell majd lépésről lépésre előre haladnunk. A város vezetői bíznak abban, hogy amennyiben sikeres lesz a pályázat, akkor még az idei évben el is indulhat a belvárosi csapadékcsatorna rendszer felújítása, ezt követően pedig a következő években az útburkolatok rendbetétele. Januártól változott a hulladékszállítás rendszere Sárváron. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató Sárvár közösségi oldalán, hivatalos weboldalán és a sárvári hírlapban is megjelent. Az új rendszer nagy felháborodást váltott ki a lakosság körében, így az STKH Sopron Nonprofit Kft. A szelektív hulladék elszállításának módját már január közepén meg is változtatta.
Az STKH Sopron Nonprofit Kft. Végzi Sárváron a hulladékszállítást. A cég az egységes szolgáltatás nyújtás érdekében változásokat vezetett be január 1-től. A kommunális vegyes hulladék gyűjtése változatlan maradt, mind a tömbházas, mind a családi házas övezetben. A szelektív hulladék, így a papír, műanyag és fém házhoz menő gyűjtése a tömbházas övezetben változatlan maradt, a családi házas övezetben a két heti alkalomról havi egy alkalomra változott. Január 12-e és 12-e között szállították el a szelektív hulladékot Sárváról. Az eredeti tájékoztató szerint az idei évtől a lakosság nem használhatta volna a szelektív edényeket, de január 12-én arról értesítette az STKH Sopron Nonprofit Kft. A sárvári önkormányzatot, hogy a meglévő szelektív kukákat a lakosok az eddigieknek megfelelően továbbra is használhatják. Az első gyűjtés alkalmával minden szelektív edény kihelyező ügyfél kiegészítésként szelektív zsákokat is kapott. A szelektív gyűjtőedények mellett kék zsákban lehet gyűjteni a papírt. A műanyag palackokat, flakonokat és a fém italos és konzervdobozokat a szelektív edényekben vagy sárga zsákokban lehet gyűjteni. A szelektív hulladék a köztéri gyűjtőszigeteken is elhelyezhető, és itt lehet az üvegeket is gyűjteni az üveggyűjtő konténerekben. Januárban és februárban egy-egy alkalommal gyűjtik a kidobott karácsonyfákat. Azon utcákban, ahol a maradék hulladék szállítása keddi, csütörtöki, pénteki napokon történik, ott január 19-én viszik el a kidobott karácsonyfákat, ahol pedig hétfői napon viszik el a maradék hulladékot, ott január 20-án lehet kitenni a karácsonyfát. A zöld hulladékot áprilistól novemberig pedig havonta egyszer gyűjtik. Az STKH feliratos zöld hulladékgyűjtő zsákokba és az eddig növényi hulladék gyűjtésére használt edényekbe fák, bokrok nyesedékeit, lenyírt füvet, lehullott levelet lehet beletenni. Idén is folytatódik a hivatalos ügyek intézésének könnyítése a közigazgatásban. A bürokrácia mérséklése mind az egyéni vállalkozók, mind a magánszemélyek esetében. Jelenleg már közel 5000 ügyben lehet eljárást kezdeményezni elektronikus űrlapon, hangsúlyozta dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője. A koronavírus járvány alatt is zajlott az államigazgatás korszerűsítése. Az elektronikus ügyintézés terén is újabb fejlesztések történtek az elmúlt évben. A hatósági elkölcsi bizonyítvány és a gépjármű átírás mellett már a lakcímbejelentés és az elveszett okmányok pótlása is intézhető online. A sárvári járás elmúlt évét dr. Galántai György hivatalvezető foglalta össze. Tulajdonképpen a 2020-as év nekünk már 19 decemberében, 4 nappal a karácsony előtt megkezdődött, ugyanis akkor fogadta el az országgyűlés azt a 700 ügyintézés folyamatnak az egyszerűsítését jelentő törvénycsomagot, ami alapján mi tavaly januárban elindultunk. Ugye ez szervezeti és hatásköri illetékességi változásokat hozott. A legfontosabb az, hogy egy fokúvá váltak az eljárások. Ma már nincs kétszintű eljárás, tehát az elsőfokú eljárásra nem fellebezni, hanem a bíróságnál lehet jogorvoslatot keresni. Ez a döntéshozatal gyorsította és egyszerűsítette. Nagyon fontos változás, hogy a járási hivatalok egységessé váltak, megszűnt a megyeközponti járásoknak a kiemelt szerepe. Most azt lehet mondani, hogy járási ügybe a járáshoz, megyei ügybe a megyéhez lehet fordulni, tehát a főosztályokhoz. Ami a lakosság széles körét is, ugye itt gondolok arra, akik csokot igénybe vesznek, lakást építenek, felújítanak, őket érintette a következő változás, hogy tavaly egységes lett az építésügyi igazgatás, hiszen eddig a járásközponti önkormányzat jegyzője és hatáskörükkel rendelkezett, és a járási hivatal építésügyi osztálya. Tavaly óta ez megváltozott, csak minden építésügyi ügyben csak a kormányhivatal az illetékes. A közigazgatás számára jelentős feladatot ad a koronavírus járvány elleni védekezés, de a sárvári járási hivatal folytatja az ügyintézés további egyszerűsítésének a folyamatát is. Mi szeretnénk az alapfeladatainkra koncentrálni, annál is inkább, mert az idei évben is lettek változások. Elfordult újra egy
nagyobb csomagot az országgyűlés, ami elsősorban a bürokrácia csökkentés, ami ugye már 2010 óta egy folyamat, másodrészben az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek életét megkönnyítő intézkedések. Elég, ha arra utalok, hogy az elektronikus űrlapok használata kezd széles körbe elterjedni. Ma már éppen utána néztem, 449 ügybe lehet elektronikus űrlapon kezdeményezni eljárást. Elég, ha itt utalok arra, hogy a csecsemőgondozás vagy gyermekgondozás díj is igényelhető már ezen a módon. Aztán egyszerűbb a dolga a vállalkozóknak, akár a bankszámlanyitást, akár a kamarai vagy a NAV-os regisztrációt mondom, de további könnyítések is napirendre kerültek. Létrejött az országos kereskedelmi nyilvántartó rendszer, ami egységesíti azt a hát körülbelül 10 önkormányzatok és járáshivatalok által kezelt rendszert, ahol a szolgáltatók és a kereskedelmi tevékenységet végzők szerepelnek. Ma bárki, ha fölmegy ebbe a rendszerbe, akkor megnézheti azokat a közhiteles és közé tehető adatait minden kereskedelmi szolgáltatás végzőnek a telephelyére, a tevékenységi körére, arra, hogy mióta végzi ezt a tevékenységet, tehát ezt most már egy közhiteles nyilvántartásba követni lehet. Én azt gondolom, hogy az idei évben is lesz munkánk bőven, és hát szeretnénk az idén is megfelelni a követelményeknek. A COVID-járvány idején a sárvári kormányablakban csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyeket intézni. A sárvári járási hivatal ügyfélszolgálatához időpontot foglalni az okmányirodánál a megújult magyarország.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Az idei tél még nem mutatta meg az igazi arcát, bár az első néhány hópehely már leesett, de a komolyabb hóesés és a fagyok még csak ezután jönnek az előrejelzések szerint. A télre felkészült a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, ám a lakosságot is arra kérik, hogy ők is készüljenek fel a hideg napokra. Kovács Levente, katasztrófavédelmi kirendeltségvezető beszámolt a kerti hulladék égetésének a megváltozott szabályairól is. A közlekedőknek arra kell felkészülni, hogy az úton elakadhatnak, és amíg a kimenekítés megtörténik, addig az autóban tartózkodást is előre tervezni kell. A téli közlekedési felkészülésre és az egymásra figyelésre is emlékeztetett Kovács Levente, sárvári katasztrófavédelmi kirendeltségvezető. Annak ellenére, hogy januárt írunk, még nehéz, és eddig nem volt él, nehézjük ezt, hogy nem is lesz, hiszen akár egy rendkívüli havazás, akár egy extrém hideg még előttünk állhat, sőt, ahogyan a meteorológusok prognosztizálják, ilyen lesz is, és néhány dolog valóban minden évben fel szoktuk hívni egyrészt a közlekedők figyelmét arra azokra már megszokott dolgokra, amire talán a rendőr kollégák is fölhívják mindig a figyelmet, akár a téli gumi használatától kezdve, de én ami a mi részünkről talán azt mondom, hogy fontos, ha elakadunk egy járművel, mai világban már mindenkinek van mobiltelefonja szinte, de fontos, hogy az feltöltött legyen, és mondjuk egy óra múlva is tudjunk esetleg segítséget kérni, vagy legyen benne pokróc, legyen hóeltakarító eszköz. Mindezek azt gondolom olyanok, és legyen üzemanyag például a gépjárműve elegendő, hogy tudjuk meleget adni magunknak, ha netán több órán keresztül a hófogságába kerülnénk. Én azt gondolom, hogy ezeket mindenkinek szem előtt kell tartania. Másik dolog, amit a téllel kapcsolatban jöhet elő, az, hogy nagyon sokan vannak embertársaink, akik egyedül vannak otthon. Sajnos többször is mennek a kollégák például olyan helyre, hogy ajtót kell nyitni, hiszen nem tudjuk, hogy bent nem jelentkezett már a lakó több napon keresztül, mi történhetett vele. Én nagyon tisztelettel kérem mindenkitől, hogy figyeljünk embertársainkra, figyeljük azt, hogy mozog-e, esetlegesen a fával tüzel látjuk, hogy a kéményből füsszál fel. Én azt gondolom, hogy ezzel megint csak esetlegesen emberélteket tudunk megmenteni. A téli időszakban az otthoni fűtésnek is léteznek elemi szabályai. Itt az évfordulóján elmondhatom azt, hogy tavaly 191 tűzesethez vonultak összesen a sárvári tűzoltók, ebből 44 volt, ami lakóingatlanba keletkezett.
És ilyenkor mindjárt fölmerülhet az a kérdés, hogy vajon ugye mi okozhatja, vagy mi okozza leginkább a lakóingatlanokban a tüzeket, és bizony ebben előkelő helyen szerepelhet a fűtőberendezéseknek a hibája, illetve a kéményeknek a nem megfelelő karbantartottsága. Ezt korábban is hangsúlyoztam már, hogy csak olyan fűtőberendezés használjunk, ami megfelel az előírásoknak, csak olyan fűtőanyagot használjunk, ami abba való, de olyan rossz példák is előfordulnak, amikor esetleg benzinnel óhajtanak begyújtani egy fatüzelési kályhában, és ebből nem csak tűz, de nagyon komoly égési sérülések, akár haláleset is lehet vele, volt is sajnos ilyen tapasztalatunk már. Vagy ott van a másik kérdés, hogy a kémének a karbantartottsága. A családi házakban, igazából ez meg társasházi egyéni lakóknál ez már ingyenes, tehát még emiatt sem kell idegenkedni tőle, hogy esetleg a kéményseprő kér érte pénzt, hiszen a Vasmegyei Kéményseprői Kft. Ezeket a munkálatokat el fogja végezni nekünk, ha ezt kérjük tőle. A katasztrófavédelmi kirendeltség vezető beszámolt arról is, hogy ezentúl nem lehetséges a kerti hulladék égetése. Ebből ezentúl komposzt készülhet, vagy a szolgáltató szállítja majd el. Országos szinten egy törvény szabályozza azt, hogy a jövőben a települési önkormányzatok nem hozhatnak rendeletet avar kerti hulladék égetésével kapcsolatban. Ez annyiban érint most bennünket, hogy a jelenlegi pandémiás helyzetre tekintettel ugye veszélyhelyzet van kihirdetve, és a veszélyhelyzet végéig még nem köteles az adott önkormányzat visszavonni ezeket a rendeleteket, de azt követően akár Sárváros önkormányzatának is ezt a lehetőséget meg kell szüntetnie, és ezzel a jelenlegi még egyébként hatályos önkormányzati rendelet által biztosított őszi és tavaszi égetési lehetőség is meg fog szűnni. Az avar égetése tavasszal már tilos lesz, azonban most téren a lakóingatlanok előtti járdák tisztítása és csúszásmentesítése továbbra is a tulajdonosok kötelessége. A Sárvári Turisztikai Technikum a közelmúltban két olyan programba is bekerült, amely a digitális oktatás színvonalának emelését hivatott segíteni. Az iskola egy Európai Uniós projekt keretében felmérte a digitális kompetenciáját, a további fejlődést pedig egy hazai program támogatja. A Sárvári Turisztikai Technikum is bekerült az Európai Bizottság által életre hívott Selfie nevű programba, amely abban nyújt segítséget az iskolák számára, hogy felmérjék, hogyan használják a digitális technológiákat az innovatív és eredményes tanuláshoz. A program az alap-, közép- és szakiskolák számára Európa határain innen és túl egyaránt elérhető és 30 nyelven használható. Ez egy Európai Uniós pályázat, meghívással kerültünk a pályázatba. Olyan iskolákat hívtak meg, akiknek azért már vannak digitális kompetenciái, hogy a felmérést ki tudják rendesen tölteni, és részt tudjanak benne venni. Mint a selfie nevében, mert van a selfie, az egy pillanatképet ad arról, amit szeretnénk megmutatni. Ez az iskolának a digitális jelen pillanatban a digitális kompetenciáját mutatja meg. Ilyen kérdések voltak benne, hogy milyen a gyerekek digitális kompetenciája, milyen a tanároké, hogyan használjuk fel a digitális technológiákat, online felületeket, platformokat, appokat az értékeléshez, a digitális tanuláshoz, a tantermi tanuláshoz, és ugye ez most nagyon aktuális ebben az időszakban, amikor otthon vagyunk kényszerítve a digitális oktatás területére. Az online kérdőívet az iskolavezetés, a tanárok, a diákok és a duális képző partnerek is kitöltötték. Takácsné Horváth Ágnes elmondta, a Sárvári Turisztikai Technikum a vártnál jobb eredményeket ért el az értékelés során, és hasznos tapasztalatokkal gazdagodott. Majdnem minden értékünk 4 fölött van, nagyon-nagyon sok 4,5 fölött van. Általánosságban az mondható el, hogy a duális partnerünk az nagyon pozitívra értékelt bennünk. A TDM irodából Harle Ferenc töltötte ki a kérdőívünket. A diákok jobbra értékelték a tanárok digitális kompetenciáit, és a tanárok pedig a diákok digitális kompetenciáit jobbra értékelték, mint önmagukról alkotott véleményüket. Ez nagyon sokat segített abban, hogy új iskolaként létre kellett hoznunk a digitális programunkat, és ehhez ad egy jó alapot, hogy miről kell indulni, mit lehet fejleszteni, és miben vagyunk jók. A Sárvári Középiskola egy hónapja egy újabb programhoz csatlakozott, bekerült az egyik hazai mobilszolgáltató, Hipersuli elnevezésű programjába.
Ez ingyenes továbbképzéseket és széles sávú mobil internetet is biztosít a számukra. Selfie program hozadéka lett, hogy felkínálták nekünk, hogy hipersuli programba is beléphessünk a lezárást követően. A Telenor ajánlotta fel ezt a hipersuli programot. Ez azt jelenti, hogy a tanároknak továbbképzéseket adnak a digitális felületekről, appokról, az értékelést megkönnyítő programokról, és az iskola kap 2 mobil internetet egy évre, amivel, hogyha már visszajöhetünk, és ugye mivel turisztikai technikum vagyunk, sok kirándulások program lehetőség van, gyerekeknek portfóliókat kell majd készíteni a vizsgához, ahhoz tudjuk magunkkal vinni, és a helyszínen nem okoz problémát, hogy hogyan csatlakozzunk fel a világháróra. A technikum oktatója elmondta, nagy öröm számukra, hogy bár még egy éves sincs az iskola, már több projektbe is felkérték őket. Hozzátette, nagyon szeretnek új dolgokat kipróbálni és haladni a világgal. A projektek segítségével nem csak a közismereti tantárgyak tanulását szeretnék megkönnyíteni diákjaik számára, de arra törekednek, hogy a szakmai tantárgyak is élvezetesen, könnyen és gyorsan tanulhatóak legyenek. A Sárvári Oratórikus Kórus egy Best of koncert válogatással köszöntötte az új évet. A legnépszerűbb videó megosztóra feltöltött műsorukkal vidámságot akartak csempészni a bizonytalansággal övezett hétköznapokba. A kórus tagok újévi jó kívánságaikat is megfogalmazták a sárváriak számára. A Sárvári Oratórikus Kórus nem csak a próbáit költöztette át az elmúlt hónapokban a virtuális térbe, a kórus tagjai a Szentestét és a Szilvesztert is együtt töltötték a digitális eszközök segítségével. Az új év beköszöntével pedig közönségüknek kedveskedtek egy meglepetés koncerttel. Január 9-én egy Best of koncert válogatás került feltöltésre a Sárvári Oratórikus Kórus YouTube csatornájára. A virtuális koncertről dr. Szalai Ferencné karnagy nyilatkozott telefonon. Korábbi koncertjeinknek legjobb, legsikerültebb vagy legsikeresebb darabjaiból áll össze. Best of válogatásra gondoltunk, olyat, amelyet szilveszterkor vagy új évben is szívesen néznénk. A virtuális koncert a Maszkabál címet kapta, a kórus ezzel azt próbálta üzenni, hogy maszkban is lehet vidámnak lenni és remekül szórakozni, csak pozitív hozzáállás kell. Ebben a szellemben készült a koncert is, vidám, látványos darabokat válogattak össze. Azt gondoljuk, hogy szüksége van most nagyon az embereknek arra, hogy mosolyogjanak, nevessenek, elfeledjék a bizonytalanságot, az esetleges kétségbeesést, és ezért szeretnénk abban a közel egy órában olyan programot nyújtani, amelyben a jókedv, a humor, a szépség az, ami kisimítja majd a testi és lelki ráncaikat. A 13 dalból álló virtuális koncert mellé a kórustagok egy üdvözletet is összeállítottak a sárváriak számára. Dr. Szalai Ferencné összefoglalta a televíziónézőknek a kórus újévi jó kívánságait. Hisszük azt, hogy a zene gyógyít, ezt tapasztalatból tudjuk is, ezért bátorítunk mindenkit a 2021-ben, hogy test és lelki bajait, betegségeit a zenével gyógyítsa, akár zenehallgatással, énekléssel, mindenképpen, úgyhogy egy ilyen üzenetet mondanék, hogy jó kedvet szárnyaljon, arcod mosolyogjon, szíved húrja zengjen, és ajkad daloljon. És akkor nem lesz semmi bajunk, és ezt tudjuk felejteni a sok szomorúságot, meg keserűséget a 2020-as évek hétköznapjairól. A Sárvári Oratórikus Kórus virtuális maszkabál koncertje visszanézhető a Kórus YouTube csatornáján. Vérplazmát adott az új betegek gyógyításáért a koronavíruson átesett közel 100-szoros sárvári véradó Vider Sándor. A kórházi ellátást igénylő betegek kezelésére a leghatékonyabb gyógymód a vérplazmaterápia. A szérum kizárólag gyógyult betegek véréből állítható elő. Ezért határozott a 4 gyermekes családapa a plazmaadásról.
Vider Sándor a sárvári hármasikrek édesapja. Egész családját érintette a Covid-járvány. Régóta véradó és tudomására jutott, hogy mindazok, akik már kigyógyultak a koronavírus fertőzésből, sokat tehetnek a súlyos betegek gyógyításáért. A gyógyultak vérplazma adással segíthetik mások gyógyulását. Az egész családom átesett a betegségen, és egy megkönnyebbülés volt, hogy túl vagyunk rajta, tényleg különösebb következmény nélkül. Igen, állandó véradó vagyok, ezt már régóta próbálom segíteni így az embertársaimat ilyen formában, és hát a médiában itt ott hallottam, hogy a felgyógyult covidosoknak van lehetősége vérplazmát adni, és ezzel tudnak segíteni beteg embereken. Utána jártam a lehetőségnek, hogy mi a plazmadásnak ezen formájának a menete. A plazma ponton utána néztem a folyamatnak, hogy mit kell tenni. A szombathelyi vérellátóba kellett jelentkeznem, a szándékomat ott kellett nyilvánítani, hogy szeretnék plazmát adni. Oda dokumentációkat kellett vinni pozitív PCR-tesztről, és a hatóságnak a karantén feloldásáról. Ugye a karantén feloldása után legalább 3 hétnek el kell tenni, hogy plazmát tudjunk adni. És amikor eltelt az idő, a szombathelyi vérellátóba elmentem, és egy hagyományos véradási procedúrán vettem részt. A végén annyi, hogy nem fél liter vért vettek le, hanem tényleg csak vérmintát, amit felküldtek Pestre analízisre. A Dél-Pesti Centrum Kórházból kedvező hírt közöltek, hogy a mintában megfelelő mennyiségű antitest található, ugyanis a hatékony plazmaterápiához a koronavírus fertőzés esetén a termelt ellenanyagnak egy bizonyos szintet meg kell haladnia. A vérplazma levételére a győri plazmaponton került sor december utolsó napjaiban. Utána néztem, hogy bőséges folyadékot kell előző nap fogyasztani, aznap is. Fehérjedús táplálkozással lehet elősegíteni, hogy a fehérjeháztartást fent tudjuk tartani. Úgyhogy amit lehetett, én magamtól megtettem előtte, és úgy várva vártam, mert véradó már voltam, de kíváncsi voltam, hogy milyen igazából ez a plazmadás. Amikor bementem, végül is ott is egy procedúra volt, a vérellátónak volt egy munkatársa, aki igazából adminisztrációs dolgokat végigbeszéltük, aláírtam egy-két dolgot, akkor a plazma pont munkatársai elmondták a plazmadásnak a lényegét, elmondták a különböző kockázatait, azokat a dolgokat, ami esetleg kizárók lehet, nyilatkozatokat kellett aláírni, és igazából ott elindult egy folyamat. Orvosi vizsgálaton vettem részt, és amikor minden igazából úgy rendben volt, akkor végül is bementünk abba a terembe, ahol maga a plazma vétel történt. Ott már igazából a véradáshoz hasonló körülmények voltak, már maga a fizikai része. Nagyon korszerű berendezések voltak, maga az épület. Úgyhogy igazából egy vénát kerestek, azon keresztül történt maga a vérlevétel. A koronavírus válság mindannyiunk életét megváltoztatta, hogy könnyebben átvészelhessük, ha segíthetünk, akkor azt tegyük is meg, fogalmazott Vider Sándor, akinek a vérplazmájának a segítségével több súlyos COVID-beteget kezeltek. Új Renault Captur. Már plug-in hibrid változatban is. Elektromobilitás neked. A 100%-ig elektromos Zoe mellett ismert meg az új hibrid hajtású Captur és Clio modelljeinket is. Érdemes kipróbálnod egy tesztvezetésen. Az Autó Baumgartner Kft. Várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket.
Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére. Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. Megtartották a 8. Futasárvár-Gurulasárvár futóverseny díjátadóját a Spirit Hotelben. A verseny, amelyet tavaly decemberben rendhagyó körülmények között rendeztek meg, jótékony célt is szolgált. Haraszti Zsolt, a Futasárvár-Gurulasárvár főszervezője köszöntötte a Spirit Hotelben megjelenteket. Emlékeztetett, hogy 2020. decemberében rendhagyó formában egyéni kilométergyűjtő futóverseny keretében bonyolították le a sportrendezvényt a koronavírus járvány miatt. A versenynek jótékony célja is volt. A szervezők azt kérték a futóktól, hogy minden megtett kilométer után ajánljanak fel 10 forintot rászoruló diákok támogatására. Kettős célunk volt ezzel. Az egyik az, amit szerettünk volna, hogy tényleg maradjon meg a köztudatban, hogy van egy verseny, van egy lehetőség, még ha a klasszikus formában test-test elleni küzdelemben ezt nem tudták megtenni, de maradjon egy lehetőség a versenyzőknek, amiben összemérik magukat. És volt egy olyan hátsó szándékunk, vagy egy olyan ötletünk, hogy mindez legyen egy kicsit a jótékonyság, a szeretet ünnepe előtt, a jótékonyság jegyébe. Nagyon sokfajta dolgot hallottunk már ezzel kapcsolatban. Mi arra gondoltunk, hogy akkor most nem a legkisebbeket vagy a legidősebbeket, hanem pont az aktív ifjúságot próbáljuk meg támogatni. Azokat a tanulókat szeretnénk technikai eszközzel, laptoppal támogatni, akiknek jelen pillanatban nem áll a birtokukba ilyen laptop. Egyelőre lehet, hogy nem is tudják ezt megvenni, nem is tudják megfinanszírozni, de a tanulmányokban nagyon sokat segítene nekik, és hála Istennek nagyon sokan jelentkeztek, és mellénk állt a Sárvári Flex is, aki évek óta támogatója a versenyünknek, és ő kapásból felajánlotta, hogy akkor 10 000 kilométert megvásárol, és a többi 10 000-et pedig szedjék össze a futók, ami sikerült is, és így sikerült a fiatalokat meglepnünk. A kezdeményezést dr. Márti Vadar alpolgármester, a Mozdulj Sárvár programsorozat ötletgazdája is üdvözölte. Ha a járványnak van valamilyen pozitív vagy áldásos hatása, akkor az pontosan az, hogy a jótékony cselekedet, a jótékony gondolatok talán az idei évben, illetve az elmúlt évben egy kicsit előtérbe tudtak kerülni, és az, hogy ez a sporttal valahogy még össze is függ, az meg egy külön öröm számomra egyébként személyesen is. És az, hogy ezt a sportos gondolatot, a Mozdulj Sárvár mozgalmat, azt most ki tudtuk egészíteni ezzel a segítéssel, a jótékonyságnak a gondolatával is. Ez egy nagyszerű ügy. Úgy látszik, hogy az emberek erre hajlandóak voltak és segítettek. És valójában ezek a nehéz időszakok, ezek pont arra jók, hogy előhozzák belőlünk még jobban az embert. A Flex támogatásával együtt összesen 200 000 forint gyűlt össze, melyből 2 laptopot vásároltak rászoruló diákok számára. Az adományokat a Sárvári Tinódi Gimnázium és a Sárvári Turisztikai Technikum tanulói egy 9. és egy 12. osztályos diák kapta. Hát először nagyon meglepődtem, de nagyon örülök neki, hiszen ez sokban megkönnyíti a tanulást,
rengeteg feladatunk van a számítógépen, tehát nagyon hasznos lesz. Most vagy végzős, 12. osztályos a turisztikai technikumba. Hova tervezed a továbbtanulást, milyen terveid vannak esetleg a jövőre nézve? Egyelőre maradok a turisztikai technikumban, a 13. évet elvégzem, és utána még meglátjuk, hogy hova tovább, de valószínű valami turisztikai irányban. A futók 7 napon keresztül gyarapíthatták a megtett kilométereket, a 3 legtöbb kilométer gyűjtő női és férfi versenyző díjazásban részesült. Első helyezett lett Németné Hédi 121 kilométerrel, és Bors László 85 kilométerrel. Utóbbi nem tudott megjelenni az eseményen, így édesapja vette át a nyereményét. A második helyen Károlyi Alíz és Darics Róbert végeztek, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Illés Mónika és Jó András állhatott fel. Az első helyen végző Németné Hédi 30 éve fut, életmódja példaként szolgálhat másoknak is. Szívritmus szabályozóval rendelkezik, de ez sem akadályozza meg abban, hogy sportos életet éljen. Nagyon fontos nekem az, hogy én fussak, ugyanis az én pacemakerem az olyan, hogy mivel hogy nagyon alacsony a pulzus számom, és 50-re van beállítva, tehát 50 alá nem engedi a pacemaker, de az, hogy én egy kicsit jobban érezzem magam, mint az, hogy állandóan 50-en legyen a pulzusom egész nap. Ezért ugye én elkezdtem idézőjel bezárva ugye sportolni már nagyon régóta, és hát ezért futok én végül is, hogy egy kicsit jobb közérzetem legyen. A nyeremények átadását követően dr. Márti Vadar a fiatalokat még egy kis csokival is megajándékozta, majd mindenki összeállt egy közös képre. Haraszti Zsolt kifejezte reményét, hogy idén májusban már újra a hagyományos keretek közt szervezhetik meg a versenyt. Kedves nézőink, közéleti magazin műsorunk végén következzenek legfontosabb híreink röviden. Több 100 millió forintra pályázik a Sárvári Önkormányzat a belvárosi csapadékcsatorna rendszer fejlesztése érdekében. Az új hulladékszállítási rendszer nagy felháborodást váltott ki a lakosság körében, így az STKH Sopron Nonprofit Kft. A szelektív hulladék elszállításának módját már január közepén meg is változtatta. Idén is folytatódik a hivatalos ügyek intézésének könnyítése a közigazgatásban. Jelenleg már közel 5000 ügyben lehet eljárást kezdeményezni elektronikus űrlapon. Kovács Levente katasztrófavédelmi kirendeltségvezető beszámolt a kerti hulladék égetésének megváltozott szabályairól, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a hideg napokra. A Sárvári Turisztikai Technikum a közelmúltban 2 olyan programba is bekerült, amely a digitális oktatás színvonalának emelését hivatott segíteni. A Sárvári Oratórikus Kórus egy Best of koncertválogatással köszöntötte az új évet, a legnépszerűbb videó megosztóra töltöttek fel egy válogatást koncertjeikből. Vérplazmát adott az új betegek gyógyításáért a koronavíruson átesett, közel 100-szoros sárvári véradó Vider Sándor. Megtartották a 8. fut a Sárvár Gurulla Sárvár futóverseny díjátadóját a Spirit Hotelben. A verseny jótékony célt is szolgált. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk január 16-ai adását látták. Új közéleti magazinnal január 23-án jelentkezünk majd. Kövessenek bennünket a Facebookon és YouTube-on is, viseljenek szájmaszkot, vigyázzanak egymásra, a viszontlátásra!